Egyenruhás rendőr inti le a bicikliző családot. Szokatlan látvány, de ami ezután következett, az sem volt átlagos jelenet. A családtagi ugyanis bukósi sakot és láthatósági mellényeket kaptak a rendőröktől. Jó sokat szoktunk biciklizni, és szeretek biciklizni, és a sisakok pedig nagyon tetszenek. Tolna megyében tavaly 59 biciklis baleset történt, idén május végéig pedig már 10. Most volt olyan kerékpáros, aki azt mondta, néhány hete őt is majdnem elütötték. Itt körülbelül egy másfél hónapja itt a sportcsarnoknál a gyalogátkelőjén megálltam, megállt a külső sávba az autó, hogy átjövök a sportcsarnoktól errefelire. Igen, ám csak a belső sávba az autó meg nem állt meg, ami jött a sorompó felől. Szóval egy szerencsém volt, hogy nem indultam el, mert máskülönben elgombáz. Végül ez a férfi is kapott sisakot és mellényt is a rendőröktől. Az akció célja az volt, hogy felhívják a kerékpárosok figyelmét arra, hogy egy esetleges balesetnél a bukó sisak életet menthet. Ennek az egésznek a lényege az, hogy a biztonságos közlekedésre sarkaljuk a kerékpárosokat is. Ennek az akciónak a keretében a mai napon Szekszárd belterületén, illetve Szekszárd környéki településen munkatársaink kerékpáros bukósisakokat osztanak azoknak az állampolgároknak, akiken nincsen sisak. A rendőrök néhány óra alatt összesen több tucat sisakot, mellényt és kerékpárlámpát osztottak ki Szekszárdon.